Üdvözlök mindenkit, Necrocrime vagyok, srácok! Kiátszottátok a Call of Duty Modern Warfare-nek a single playerét. Azt a kurva! Na most ezt inkább azért mondom, hogy a micsoda nosztalgikus érzések fogtak el, főleg a legvégével kapcsolatban egyszerűen um, epic volt. Azt kell, hogy mondjam. Szóval um, beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mennyire volt botrányos a Call of Duty single player re Mennyire húzta ki a gyufát, mennyire, hogy is mondjam, ért el érzelmi hatásokat esetleg um, az embereknél, vagy nálam, vagy hát én próbáltam egy objektív szemmel végigmenni a dolgom, mivel hogy ugye követtem a híreket, amik eddig voltak uh, a Call of Duty-ről, és minden újságíró ugye arról beszélt, a fehér foszforuszon kívül, uh, ami készréknek van, azon kívül, hogy uh, hogy úristen, hogy ez nagyon sötét lett ez a Call of Duty, és nagyon ilyen ö, ö, nyomasztó, meg hogy ö, hogy engedhetik meg maguknak, hogy civileket lehet benne ölni, meg, meg ilyen, ilyenek voltak. És hát ez természetesen egyre kíváncsibbá tett, öm, hogy, ö, hogy mennyire lett jó ez a Call of Duty, illetve hogy mennyire öm, mondtak igazat a készítők abból a szempontból, hogy elég mély benyomást fog tenni ránk ez a single player. És hogy őszinte legyek, a COD 4 és az MV2, illetve a Black Ops 1-nek mondhatnám, hogy a legjobb, legmélyebb benyomást tette bennem annó a történet, a, a COD 4 ugye azért, mert bemutatott olyan szereplőket, akit, akiket később megkedveltünk, um, ugye, és az folytatódott a Modern Warfare 2 ben és ezen szereplőknek a halála, esetleg ugye Modern Warfare 3-ban szópnak a halála, olyan szereplőkével végigmentünk egy generációt, és, és nagyon Megkedvelted tehát úgy, úgy valamilyen szinten azt a karakterfejlődést, amit kaptak, illetve a média, amit, amit körülük hájpolt, az a karakterfejlődés, és a Modern Warfare 2-ben például jelent, amikor ugye a reptéren akár a civileket is legyilkolhatott, csak akkoriban nem csináltak belőle ekkora botrányt, mint most, és a, a Code 4-ben is, ahogy ugye elhaláloznak a kedvenc szereplők, MV3-ban, ahogy az egész történet egy kört formált, és most itt a Modern Warfare 2019-ben, ahogy az egész történet egy körben összeállt, azt a kurva, nagyon-nagyon epik volt, és nagyon-nagyon tetszett, de erre rátérünk, mert először fogunk beszélni arról, hogy melyek voltak azok az elemek, és a legtöbbje, mondhatnám úgy, hogy ilyen rejtett elem volt a legtöbbje, Melyek voltak ezek az elemek, amelyekre mo azt mondhatnánk, a mai világ, oké, a mai világ azt mondaná, hogy ú, de botrányos, ez ilyet nem lehetne megengedni egy játékban, erre ugye mondhatnám azt, hogy hát ez csak egy játék, de ugyanakkor ezt a játékot millióan veszik meg, és ebben a játékban nagyon fontos, és egyben elég durva üzenetek hangzanak el. És ennek, ezeknek az üzeneteknek, amely ebbe a játékba benne van, az értelmezése nagyon fontos, és a helyes értelmezése, ami még fontosabb, mert a média, a fő média, a fő médiai irányzék azok rettentő módon félreértelmezték, nem félreértelmezték, félre akarták értelmezni, hogy valamiféle botrányt keltsenek azért, hogy többen klikkeljenek a cikkükre, a videójukra, stb. Aki meg normális gamer, kritikus valami, az, az valószínűleg annak leesik, hogy mi a háttérüzenete ennek a, ennek a single playernek. Na de vágjunk is bele, amiket én észrevettem, és ilyen apróságokba voltak rejtve, az az igazság. Csináltam egy ilyen listát, leírtam magamnak egy papírra, úgyhogy egy kicsit össze visszamennék. bocsánat, de így, így jöttek az ihletek, miközben játszottam a játékkal. És például az egyik ilyen volt, hogy töltőképernyő közepette, ahol a terroristákról mutattak információkat, azt mutatták, hogy mindegyik terrorista, UK citizen úgy értem, hogy angliai állampolgársággal rendelkeznek, mert mutatták ott a jogsiukat, és mindegyik kivétel nélkül angol állampolgársággal rendelkező jogsi volt. Tehát nem tudhatod, hogy angol állampolgárok, de a jogsiuk angol volt, feltételezhetően már ott éltek egy darabja, és ezt ugye felveti azt a kérdést, azt a morális kérdést, ha ott vagyunk, hogy a saját saját lakóit iktatják ki az ottani terrorista elhárító csapatok, így is mondhatnánk. Szóval ez is, itt megint egy ilyen dolog, hogy lehet, hogy ha rossz futnak, rossz embereket ölnek meg. És az egész, öm, az egész koncepció ugye, ennek a jelentnek az volt, hogy mentél, mikor bementél a sikátorban, és felmentél a házakba, játszátok ki, aki nem aki mindenképp felmentél ott a házakba, és zárt ajtók mögül nem tudtad, hogy, hogy ki van ott mögötte, egy fegyveres valaki, vagy egy nem fegyveres valaki. Ugye jobb esetben benyitottál az ajtóba, láttad, hogy fegyver van, lelőtted. De velem előfordult, hogy benyitottam az ajtót, reflexből lőttem, és kiderült, hogy egy civilt lőttem le. Volt olyan jelenet, nem is egy, az egész játékban, hogy benyitasz az ajtón, ott van az anya a gyerekkel, és az anya egy fegyverén nyúl. És akkor így, the fuck. reflexből lelőd. Ö, vagy hát. Értitek, amit mondok? És a tetteidnek a következménye az üzenet itt. Nem az, hogy lelőhetsz egy civilt, hanem lelőttél egy anyát, egy gyereket. Az üzenet az az, hogy ami jövőt okozol ezzel. Az üzenet az, hogy a háború, a golyó, a fegyver, az ember okozta kár nem ismer határt. Nagyjából. A következő egy ilyen, amit felírtam magamnak, hogy egy, egy úgynevezett világszerte elismert jó hadsereg is lehet terrorista. Amikor ugye ott Urzikztánban beszélget a, a Csaj és Captain Price, vagy nem Captain Price, mert lényeg az, hogy Urzikztánban, ahol jellemzően láthattuk a képi anyagokon, hogy közel-keleti környezetet alkottak meg, és ugye mi a nyugati médiától mit hallunk, hogy a közel-keletről jön az összes az összes terrorista. Az összes terrorista csölekedett közel-keletről jön. És volt egy ilyen apró egy jelenet, ahol a csaj, ugye egy szabadságharcos volt az országában, és ki akarta onnan űzni az orosz erőket, akik elfoglalták az országát, ugyebár, és ugye az amerikai mondja, valam, valamit mondott neki, amiről, amiről az jött le a szövegre, hogy mondta a csaj, hogy hogy nekünk tök mindegy, hogy ki jön ide be, a mi országunkban vagytok, terroristák vagytok. Teljesen mindegy, hogy melyik oldal jön be, orosz, amerikai, bármi van, az, az ő országát foglalja el, tehát az ő országában ő szabadságharcosnak számít, mindenki más terroristának számít, és ez, és ez a az egyik üzenete, és hatalmas üzenet a játékra, azért egy nagyon durva üzenetet mondott ki a Oroszország felé a játék ebből a szempontból, hogy, hogy közel és ez, ez, részben igaz is, tehát a nyugati oldal és a keleti oldal, tehát Oroszország és mondhatni Amerika, Anglia és a többi a közel-keleten harcolnak egymással. Úgy harcolnak egymással, hogy fegyvereket adnak el különböző csoportoknak ott, és ezek a csoportok egymásnak esnek egy ország felett. Üm, és és az egy nagy igazságot mondott ki, és megint csak azt akarta jelképezni, hogy hogy mindegy, hogy melyik oldalon állsz, mindegy, hogy melyik oldalon állsz, terrorista vagy, mindegy, hogy melyik oldalon állsz, embereket fogsz ölni, mindegy, hogy milyen okot uh, szolgálsz, valahol, ahová mész, hogy te végrehajzd azt az okot, és ahol embereket ölsz, te ott terrorista leszel. Hogy kit bélyegeznek meg terroristának, az már ugye. A, a médiának a kérdése és hogyan van előadva ez a dolog. És ez nagyon-nagyon ez mélyen benne volt ö, a játékban. És az egész játékot, ahogy végig harcoltad, érződött vagyis érzett, remélhetőleg direkt éreztették veled, hogy hogy amiért harcolsz, az, az valójában értelmetlen, mert végül még a csajnak a szabadságharcos Csapatát is, mert a testvére elárulta őt, mert azt a csapatot is terroristának kiáltották ki a világban, és uh, le lehetett őket helyszínen tartóztatni meg lőni szóval. Um, és az ok, amiért harcoltál végül, ugye, az oroszok voltak a fiúk, de ahogy az, a módszer, ahogy az Amerikai harcoltak, a módszer, ahogy a, a felkelők a lázadók harcoltak, az az is terrorista cselekménynek számít, hogy az oroszok harcoltak, az is terrorista cselekménynek számít. Mindegy, amí fegyvert emelsz, bármilyen ügyben, és elmész és leölsz egy másik embert, az egy, egy terrorista cselekedetnek számít, mindegy, hogy milyen zászló alatt teszed meg. És ez volt a játéknak a legnagyobb üzenete. A másik dolog, ami egyszerűen epik volt, az maga Captain Price karaktere ha megkérdőjelezte a karaktered, akivel játszottál, vagy akár te a fejedben megkérdőjelezte azt, hogy úristen, miért teszem meg ezt, és helyes, amit teszek, helyese, hogy anyákat lövök le, akik fegyvert fognak rám, mert hogy védenék a gyerekét, vagy akármilyen okból fogva fegyvert fognak rám, helyes, amikor a megkérdőjelezhető a, tetteidet a játék, vagy a karaktered, vagy te magad a fejedbe, akkor Captain Price mindig előhúz egy ilyen aduászt, és mindig a legjobb időben húz elő ezt az aduászt, hogy nem kell megtenned, ha nem akarod. És ez nagyon fontos üzenet, megint csak nem, ne, nem feltétlenül nekünk játékosoknak mondanak, a tűzmillió játékosnak egy ezt megvette, egy üzenet, hogy ha nem akarsz fegyvert emelni, ha nem kell fegyvert emelni, ha nem akarsz, de hogyha fegyvert emelsz, akkor ráléptél egy útra, ami ahol nincsen becsület. Ugye a, a csaj karakter ebbe a filmbe, ebbe a játékba, e, ő ugye azt, a, azt képviselte, hogy harcolni csak becsületesen lehet, és egy határt nem lehet átlépni. De nincs ilyen határ, és ez volt a leg. ez is egy nagy üzenet volt a játékban, hogy nincs határ akkor, hogyha felveszed. Nincs olyan, hogy jogosan ölsz embert. Megvéded a hazádat, rendben van hogy milyen módszerekkel teszed meg, ebből a szempontból nincs határa annak. Szóval senki nem fog elítélni, senki nem ítél el, és ez volt Captain Price karaktere, ő nem ítélkezett. Lelőtted, mert le kellett lőni, és tovább kellett menni. Mint a jelenet, amikor a nagykövetségeben vannak Kurzisztánban, és a Butcher követelő nyisse ki az ajtót, és lelövi az apát és a gyereket, de te nem nyitott ki az ajtót, mert nem az a feladat, a feladat más volt. És ilyenkor ugye megkérdezeled magadtól, hogy a feladat megérte annyit, hogy feláldoz egy felnőtt és egy gyerek életét. És ezért is van, hogy nincs becsület és nincs határ uh, abban, és annak, akinek harcol. És ugye Captain Price ele, elejt egy olyan monologot, hogy, a, hogy mi bemocskoljuk a kezünket azért, hogy a világ kezét tiszták maradhassanak, és uh, ez, egy, ez egy azért hatalmas szó. Uh, és a jelenleg folyó állapotok uh, miatt a világban, hogy őszinte legyek, ez szerintem senkire nem kellene igaz legyen. Se tehát akárki, akárki mit mond, legalábbis ez az én gondolatom, ami jelen pillanatban folyik a közel-keleten, um, az terrorista cselekedet a közel-keleti emberek felett. Um, na, de ez már az én saját uh, véleményem. Um, következő ilyen dolog, volt egy ilyen jelenet, amikor Londonban voltunk, és meg fel kellett keresni a terrorista sejtet, ki kellett tiktatni. Volt egy olyan jelenet, amikor fölmész a padlásos, ott van egy nő egyedül. És még mielőtt az a nő bármit is tett volna, egyet láttál a jelenben, hogy a nő felteszi a kezét. De közben elindul valamerre, de felteszi a kezét, és reflexből, én reflexből előttem. És a karakterünk fel is teszi a kérdést, hogy a detonátorért ment mert volt ott egy detonátor, de valójában őszinte ezt, én úgy látom, hogy nem a detonátor ment, de mégis lelövöd. És, és el bírom kézelni, hogy azok az emberek, akik hasonló szituációban vannak esetleg nap, mint nap, hogy az ő helyzetükben én mit tennék, valószínűleg nem tudom, én reflexből meghúztam a ravaszt lehet, hogy más is reflexből meghúz a de lehet, hogy más elég higgadt ahhoz, hogy annyit mondjon őnek, hogy le a hasra a földre valami, csak a játékban ez a lehetőséged nincs meg, hogy ráordíts, hogy ne mozdulj el, hanem vagy lősz, vagy felrobbansz, vagy bármi történhetett volna ott. Na, de hát ja, ez is egy, ez is egy ilyen nagyon-nagyon jó üzenet, és, és megint csak azt mondja, hogy fegyvert emelsz, mindegy mi lesz, akkor már megváltozol, akkor már rád az a szó, hogy gyilkos vagy terrorista vagy akármi. Nem, egyes országokban igazságosztó leszel, másik országokban terrorista lesz, -e, attól függ, hogy hol és mit csinálsz. Felírtam itt egy ilyen gondolatot magamnak, hogy hogy egy katonának nincsen választása, és akár terrorista is lehet. Mert ugye egy katona az oda megy, ahol parancsolják, és azt csinálja, amit parancsolják. És katonaként nincs jogod, megkérdelezni, hogy mit csinálsz, és miért csinálod. Ezért sokszor olyan helyzetbe kerülhet. Ez egy sima ember, egy egyszerű ember katonaként olyan helyzetbe kerülhet, hogy egy országban ő maga lesz a terrorista, mert oda küldik, hogy ott kell embereket ölni. De ez, ez csak egy ilyen gondolat, amit magamnak a, a, ide felírtam volt egy apró jelenet, megint csak, de ez ilyen nagyon, aki figyelt nagyon, az, az elkapta, hogy amikor bementek a Úzisztánba az amerikai nagykövetségre, ugye Price és Gaz, bementek a nagykövetségre, és mert hogy Wolfot ki akarták onnan hozni. Bementek a nagykövetségre, és a nagykövetség emberei megörültek. Hát az egyik ember ott megörült, hogy, hogy jaj, hát ti vagytok a felmentő sereg? és vagyis inkább megkérdezte azt, hogy nem ti vagytok a felmentő sereg? És akkor Price benyögött egy ilyet, de ezt mondom, aki figyelt, azt kaptál, Price benyögött egy ilyet, hogy nem a tied. Tehát nem, de, nem, de, ti vagytok a felmentő sereg, de nem a tied. És egyszerűen továbbment, ment, semmi nélkül tovább ment a feladat a felé, amit csinálni kellett, és emiatt a sok ártatlan ember meghalt uh, a nagykövetsége, és egyszerűen a feladat nem, nem a tied, és olyan Kő hideg volt az a jelenet az egész káosz közepén. Akkorát ütött az egész mondat, hogy azt a kurva. És, és ez, ez jelenti, gondolom, nem tudom, lemaradtam a katonaságról, de ezt, ez jelenti az, amikor parancsot esítesz, vagy egyszerűen annyira fókuszálsz a célra, hogy semmi más nem fontos, mert a cél az a nagyobb érdek a jó irány vagy a célod irányába. A cél maga az egy nagyobb kép a célod irányába, és bármi, ami az úton van, az nem számít. Volt az a jelenet, amikor már Oroszországban voltunk, és elfogtuk a bucsert, és um, a ez, ez volt a legjobb. Tehát a felesége, és elfogtuk a bucsert, és ahhoz, hogy információt nyerjünk ki belőle, meg kellett zsaroljuk őt a feleségével és a gyerekével. Na de előtte a játék felajánlotta neked a választást, hogy részt akarsz -e ebben venni, vagy nem akarsz ebben részt venni. Nem tudom, hogy mi lett volna a rányom, ha nem akarsz részt venni benne, de én arra nyomtam rá, hogy, hogy részt akarok venni benne. Oda vittük le volt kötözve, vagy vittük a feleségét és a gyerekét, és, és ott volt egy fegyver az asztalon nagyon durván lett volt és akkor egyik, az egyik katonat megszólal hogy Captain Price felé hogy ő, ezt, ő ebben nem akar részt venni és akkor Captain Price mondja semmi baj fel vagy mentve Pim és nekünk odaadja a fegyvert mi felveszünk a fegyvert mert mi részt veszünk benne ugye felvesszük a fegyvert és a feleséges a gyereke fejéhez tartod a fegyvert és hogy információt nyerjünk ki belőle és nem tudom hányan voltatok elég bátrak ahhoz hogy meghúzzátok a ravaszt mert ha meghúzod a ravaszt, kiderül, hogy a fegyver üres. De meghúztad a ravaszt, érted, amit mondok? Meghúztad a ravaszt. <laughs> És igazából a jelenet végigment volna akkor is, ha nem húzod meg a ravaszt, de meghúztad a ravaszt, kiderült, hogy a fegyver üres. Na most a kísérletezés kedvéért... Um, én kipróbáltam a töltött fegyverrel is, és hála az Istennek, hála az Istennek a játék megbüntet azért, hogyha meghúzod a ravaszt. az anya és a gyerek felé. <laughs> és, és véget ér és kezded előről az egész jelentet, hála az Istennek. De utána mindenképpen választásod van, hogy megölöd-e bucsert vagy nem. Hányan döntöttetek úgy, hogy megöltétek a bucsert? Én megöltem, de hogy őszinte leszek, a, a halálának semmi értelme nem volt. Az, hogy most ott élt, vagy nem élt, ami valójában történt, hogy ez a butcher gyerekeket, férfiakat, anyákat, nőket, minden gyilkolt, de amit valójában te tettél, az, az az volt, hogy csak megfosztottál egy apát a gyerekétől, egy anyát valamitől, és az anya is mondta ott, hogy minket ki fogsz ebből hagyni, azt ígérted, hogy nem keversz bele, blablabla. Bla, bla. Na mindegy. A lényeg az, hogy hát tőlem kapott egy golyót a fejébe. A végén, a végén, amikor megtámadjuk a gázgyárat, ott van Alex. Ugye Alex azért volt fontos, mert ő átállt a, a, a szabadságharcosok oldalára, úgy érezte, hogy megtalálta a célját, és valami értelmesért harcol, de épp ugyanakkora értelmetlen halált is halt. Az igazság az, hogy egy jó karakter volt Alex, és volt neki mondana jója és a, a kapcsolat a csaj, és a Alex között így látszott, hogy valami több is kialakul, mint aminek látszott volna. És, és a lényeg az, hogy, hogy, az az értelmetlen halál, hogy feláldozta magát, hogy felrobbanhasson a gáz, gyár az, 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 értelmetlen volt. Valószínűleg a sztori szempontjából is értelmetlen volt, de valószínűleg azt az üzenetet akarta közvetíteni, hogy, hogy, ez is ez benne van. Hogy valakinek mindig ott kell maradnia, mindenkinek hátul kell maradni, hogy megbiztosodjunk arról, hogy a feladat végre van hajtva, hogy, hogy másnap egy jobb reggelre um, ébredünk. Um, és, és utána. <laughs> Utána jött az egyik legjobb rész, ami a olyan annyira kereket adott, és egy beszélnem kell egy kicsit a szereplőkről, és remélem eljutottatok idáig, hashtag macska a komment szekcióban. Remélem eljutottatok idáig, és, és beszélnem kell a szereplőkről, mert olyan egy kört alkotott a Modern Warfare univerzuma felett. Ott volt Nikolaj, aki a KOD aki 4-ben az orosz hadseregnek lett a vezetője. Ott volt Kamarov, aki ugye a fő rossz fiú lett a Modern Warfare sorozatban. És, és még mindig nem derült ki, hogy mi történt Beirutban. Még mindig nem derült ki, hogy mi történt Beirutban. Remélem a következő Modern Warfare-ben kiderül, hogy mi történt Beirutban. De egyszerűen minden szereplő ott volt, Nikolaj még csak egy kis fegyvernepper volt akkoriban, Kamarov az már a hadseregben volt, de ez, ez, ez és ugye Price összeállította a csapatát, azt a csapatot ami a, amivel a Kod 4-ben végigharcoltál Um, és, és ott volt mindenki, megtudhattuk végre, hogy ki a gáz, uh, ugye, ki szolgálhatott a gáznak, Riley, uh, ugye, aki a, aki a ghost volt az MV2-ben, ugye, megtudhattuk, uh, hogy ki volt ő, de akkor sem volt róla kép, hogy hogy néz ki, egyszerűen epi, epikra meg volt csinálva, és, és, és nagyon hihetetlenül jól összeállt a kép, és elképesztő, Price-nak elképesztő karaktere volt, ahogy ahogy megmagyarázották vele a karakterével a dolgokat, és a nézőpontot, ahogy megmagyarázatták vele, egyszerűen fantasztikum volt. Üm, üm, különböző dolgok, amikről te úgy gondoltad, hogy etikátlan vagy morálisan megkérdőjelezhető. Price-nak a, a szavaiból, amit a ugye szavakat adtak neki, onnan jött rá a válasz, hogy miért jogszerű esetlegesen az, amit csinálsz. És Price egyszerűen a féle őrangja volt, az egész játék fölött a, a, a gondolataid fölött hogy hogy öcsém mi a franc folyik itt um, nagyon ott volt a szerem uh, úgyhogy ja nagyjából uh, nagyjából ennyi azt hiszem ennyit van ennyit, a spec ops küldetések epikek ne, azoknak is van egy történetük és um, összekapcsolódnak a kod 4-es univerzummal illetve mv2-es mv3-as univerzummal um, ha más nem, ha nem akartok pénzt kiadni ezért a játékért, akkor torrentezzétek le, mert a single player, és, és srácok, nézzétek a történetet, azt kell mondjam, mert a történet a lényeg, mert minden mástól eltekintve ez is csak egy shooter kód. Értitek? Mész és lősz és lövöd az ellenséget, vagy azt, aki előtted van, de ha nem tudod, hogy, hogy, hogy miért, ha nem, ha nem kapsz egy kerek képet a, a történetről, akkor, akkor csak egy sima, átmi, egy sima kampány, ahol botokat lősz. De van neki mondani valója, és ez, ez sok minden, amit itt, amit itt elmondtam, és még több minden, amit kihagyhattam. Uh, úgyhogy ja, kapcsoljátok be a feliratot, és, és kövessétek a történetet figyelemelt, mert nagyon-nagyon mert ott van a szerem. Ez lett volna az én kis élmény a Call of Duty single player éről. Uh, a multiplayeréről hamarosan hozok ki némi videót, meglátjuk, még egy kicsit ki kell tapasztalnom, a dolgokat, de alapvetően már sokat beszéltem, hogy a multiplayer előző videókban is úgy korrekt a dolog, de hamarosan egy kicsit más dolgokba is bele fogunk merülni, ilyen pályákba, fegyverekbe esetleg, hogyan tájékozódjunk, mit, hogyan állítsunk be, hogy jobb legyen. Srácok, nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, remélem élveztétek a videót, ha igen, akkor dobj le, hogy iratkozz fel esetleg, csatlakozz Discord szerverünk köz, link a videó leírásában. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!